köszöntöm Önöket. Varázslatos hely ez az 5. kerület, ahova ma eljöttünk, ahol mutyi potyognak ki a szekrényből nap mint nap. Tegnap kiderült, hogy a rendőrség és a bíróság nem tudja eldönteni, hogy megvannak-e azok a CD-k, amelyek a belvárosi ingatlan Panama adatait tartalmazzák. Azt állítja a rendőrség, a bíróság, hogy ezek a CD-k megsemmisültek, a rendőrség pedig azt, hogy mégsem. Mi nem hiszünk ezekben a véletlenekben, elég érdekesnek tűnik, hogyha ezek a CD-k nem tartalmaznak gyanús adatokat, akkor minden bizonnyal meglennének. Nagyon különös pont ez abban a kerületben, amely Rogán Antal felső területe volt, és ma is a kis kesztyűbábja irányít, és olyan alakokkal veszik körbe magukat, mint Börös László, a családjának 8 trafikjával, vagy Rubovszki Csilla, aki egyszerre miniszteri biztos és önkormányzati képviselő, még mindig nem mondott le. Éppen ezért az ifjú demokraták hoztak néhány DVD-írót és lemezt az 5. kerületi önkormányzatnak, hogy kellő mennyiségű másolatot tudjanak készíteni a fontos adatokról, és azok biztonságban legyenek. Köszönöm szépen!